Minden alkalommal, amikor a felzárkózás politika bizonyos lépéseiről, elemeiről beszélünk, hangsúlyozni szoktuk, hogy a helyi gyakorlatok, a helyi jó gyakorlatok azok, amelyek számunkra iránymutatók és jó példát szolgáltatnak, hiszen minden központi kezdeményezés annyit ér, amennyit abból helyben meg lehet valósítani. Mi ebben a felfogásban szerveztük újjá a munkát 2010-11 folyamán a felzárkózás politikában. Talán illik kiemelni, hogy 2008-as, 2009-es időszakban született egy olyan az Állami Számvevőszék által készített jelentés, amely pontosan azt emelte ki, hogy a több mint 100 milliárd forint, amit a felzárkózás politikára az előző években elköltöttek, annak mennyi része jutott el azokhoz, akik erre rászorultak, illetve akik az igazi célcsoportját jelentik ezeknek az összegeknek. Hát ez valahol 10% környékén volt. Mi ezen alapvetően tudtunk fordítani. A források hasznosulása, a forrásfelhasználás eredményessége és hatékonysága az elmúlt 3 évben látványosan javult, és ez úgy tudott javulni, és úgy tud valójában jó eredményeket hozni, hogyha azokat a jó gyakorlatokat, amelyek helyben, sok helyen az országban léteznek, azokat össze tudjuk kapcsolni, integrálni tudjuk azokkal az erőfeszítésekkel, amely a központi kormányzat, illetve a polgári kormány jóvoltából a felzárkózási stratégiában megjelentek. Harsány egy olyan példája ezeknek a jó gyakorlatoknak, amely már azelőtt létezett tulajdonképpen, mielőtt mi elkezdtük volna a munkát, pontosabban mielőtt a munka átszervezése megtörtént volna, hiszen itt 2010-től, de bizonyos szempontból már korábban az önellátásra való törekvés, a közösség azon törekvése, hogy a saját erőfeszítéseit is hozzátegye ahhoz a külső segítséghez, vagy a kívülről várható segítséghez, amely természetesen nélkülözhetetlen. A kettő összeérintetése, a kettő összeolvasztása nyomán még hatékonyabban tud működni. Én azt gondolom, hogy ez a jövő, ez a valódi kiút a sokszor kilátástalannak tekintett vagy tekinthető helyzetből, amelyben kisebb közösségek az ország különböző területein ma élnek, hiszen elég egy jó szándék, és itt azt gondolom, hogy a polgármester úr tevékenységét, illetve cselekedetét is ki kell emelni. Elég sokszor egy jó szándék, egy egyéni kezdeményezés, egy kiépített kis csapat, az sokkal hatékonyabb és nagyobb eredményeket tud elérni, mint bármilyen központi kezdeményezés. Azért fogadtuk, szervezzük most már hónapok óta egyébként a harsányi látogatást, mert itt ráadásul az az úgynevezett mintaprogram, amelyet mi most már 3 éve egy átdolgozott formában működtetünk, ez az úgynevezett szociális földprogram, elnyerte a valódi értelmét, hiszen olyan segítséget tudott nyújtani a már létező helyi kezdeményezésnek, amely mint egy kiegészítette, ha jól tudom, 8 hektáron folyik most termelés, kiegészítette azokat az erőfeszítéseket, amelyik a helyi közétkeztetésben gyerekek, iskoláskorúak, illetve felnőttek étkeztetésében is gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a falu önállátóvá váljon. Kicsit olyan ez, mint amikor újra feltaláljuk a melegvizet, hiszen 20-30 éve ezek a gyakorlatok, ezek a tudások még léteztek, aztán szépen lenevelték róla a vidéki lakosságot, lenevelték róla azokat a helyi közösségeket, amelyeknek a saját életében ez egy meghatározó momentum. Nem csak azért, mert olcsóbb így a közétkeztetés rendszerét működtetni, hanem azért, mert azok számára, akik nagy Isten munkanélküliek, vagy nehezen tudnak elhelyezkedni, ezekben az átmeneti időszakokban is addig, amíg piaci körülmények között munkát találnak, segíteni tud az elhelyezkedésben és az olyan értékteremtő munkában, amelyet egyébként talán nem találnának meg. Talán az egyik legfontosabb célkitűzés egyébként részben a szociális földprogramnak, részben a most is futó közfoglalkoztatási programoknak is az, hogy olyan értékteremtő, valódi elfoglaltságot és valódi eredményeket hozó munka legyen minden településen, amely a közösség hasznára fordítható. Ezt egészíti ki valóban az a pedagógiai program, a Zene benned van program, amely emlékeim szerint 2016 áprilisában nemzetközi díjat nyert Olaszországban, és azt gondolom, hogy ez egy olyan, megint egy olyan eredmény, ami a közoktatás átszervezésével elindult, az állami felelősségvállalást végre 20 év után valójában megfogalmazó és egy egyenletes, magas színvonalú minden magyar közösség, minden magyar település számára elérhető közoktatás biztosító rendszer másik végét jelenti. Egy olyan kezdeményezést, amely nélkül még egyszer a központi közigazgatás, a központi oktatási rendszer átalakítása nem tudja elnyerni az értelmét. Ha a helyi közösség, a helyi oktatói gárda, a helyi pedagógiai kezdeményezések nem tudják kiegészíteni, nem tudják továbbvinni azt a gondolatot, amelyet az oktatási kormányzat
a polgári kormány kitalált, akkor tulajdonképpen nem érjük el a célunkat. Itt megint egy olyan kezdeményezéssel állunk szembe, amely mintegy megelőzte a korát, megelőzte azt a gondolkodást, amely az elmúlt 3 évben jellemzi a kormányzat politikáját, és egy olyan pedagógiai rendszert jelent tartalmában, amely a hazaszeretet, Magyarország ismeretének a megerősítésén keresztül és a zenén keresztül igyekszik megteremteni azokat a feltételeket a gyerekek, a fiatalok számára, amelyel egyrészt a saját közösségükben, másrészt a halmozottan hátrányos helyzetűek, illetve itt Harsányban is a cigány közösség integrációját, a cigány közösség életét segíteni tudják, illetve jobbá tudják tenni. Azt hiszem, röviden ezt szerettük volna elmondani. A mai napon egyébként ennek a munkának, az itt folyó munkának a különböző gyümölcseit fogjuk megtekinteni, részben meg is ízlelni, hiszen bejárnánk, ahogy polgármester úr mondta, azokat a helyszíneket, ahol éppen most egyébként a képességfejlesztő foglalkozások, illetve oktatási tevékenység folyik, megnézzük a szociális földprogrammal megvalósult intézményeket, illetve megtekintjük majd a pedagógiai rendszer eredményét bemutató kis előadást is.